Mike. Ugye rossz imádhatnak, tudod? Formula Misi az, amit a Formula Dani csak Misiben? Nem, ez nem mindig. Hát ez csapattárs vagy, nem? Úgy tudom. Csak jobb. Na szed meg, első van a sprinten. Hajjaj! Az elején aztán meg felszáll. Very nice. Látom, hogy fagyom. Nem. Jó, nagyon van, srácok, megyek kommentálni. De gondolom lemarasztás, Spanyolországban is esett az első. Na, érdekes. Jó, hogy a mikrofon? Igen. Na, szóval én üdvözlök mindenkit, én Skorzi vagyok, és elkezdődött a 30 perces időmérő, amin a srácok most részt fognak venni, és most nézzük, PMG az első, aki kiment a kivezető körére, Norbival együtt. Ugye 8 óra van, üdvözlök mindenkit. Ugye a Monaco egy egész igen szűk pálya, tehát ezen a pályán nehezebb, sokkal nehezebb előzni is. Alapból sokkal nehezebb, tehát vagy is mondjam, balesetek nélkül, illetve szánytörés nélkül megúszni a futamokat, ehhez nagyon nagy ügyesség kell, és azért ha jól hallottam, hogy a srácok szabályból, akkor a sprinten esni fog az eső. Remélem azért nem kell ezt újraindítanunk, mint tegnap, mert ugye tegnap, mint múltkor, mert sikeresen volt olyan futam, ahol tehát Bakut is, meg Bahreint is újra kellett indítanunk. Ezt is nehezen oldattuk meg, de megoldattuk. Na, és akkor mit akartam? Igen, ami fontos nekünk, és nem fontos nekünk. Ez se fontos nekünk, ez fontos nekünk, így. Na. Nézzük, hogy milyen időt fog menni. Hoppá. Milyen időt fog menni PMG. Talán lehet, hogy kéne is. Track map, így van. Vidni. Így akár még több információt is látunk, ugye PMG előtt van még kint valaki a pályán, tehát valószínűleg ilyen félre kell húzódnia, hogy gyors körében ne akadályozza meg. Valamelyik messze van már. És ugye a csapattárs a Zoli ráadásul, tehát ha minden jól megy, akkor akár egy jó kis szélárnyékozást is össze tudnának hozni mondjuk a célegyenesbe, bár mondjuk az szerintem nem annyira kifizetődő lenne. Mert azért elég rövid a cél egyenes. De nem figyelik egymást, nem, most így nem kommunikálnak egymással, pedig valószínűleg jó dolgot ki tudnának hozni. Mondjuk lehet, hogy úgy beszélték meg, hogy... És 1.24.733-val érkezett meg PMG, nézzük Norbi idejét, ő már ráfordult a célegyenes utolsó kanyarára, Arnold meg mögötte közvetlenül. És... Ugye elvette a kört? Jó, Arni 1.23.082. A leggyorsabb köridő, valószínűleg Norbinak el lett léve a köre. De azért nem tudta lefutni. Aki még... Lehet az mondjuk Dex, vagy Galamb, igen. Nem tudom, hogy a gyors körön van-e. És 1.23 7.09, nem sokkal maradt le. Fikusz. Jól látom, Fikusz. Átjön a célvonalon, mondjuk szerintem ő most kezdte meg az... most kezdi meg a mért körét. Állítólag nagyon ügyes ezen a pályán. Nézzük meg az ő körét is. Dex 1.22.113, majdnem egy másodpercet javít Arrolnak az idején. Dex nagyon érzi ezt a pályát. Még lehet, hogy Supersoft-tal jött ki? Igen, Dex Supersoft-tal jött ki, tehát egy másodpercet javított.
Golom már a pályámban, a harmadik helyet szerezte meg magának. Az meg nem az, hogy 1.26.8.51-et ment. 4 másodperccel van lemaradva az elsőtől. Nézzük. Ja, nem, ez Misi. Misi. Bocsánat, ez nem is Fikusz, ez Misi. Fikusz még a box utcában van, Misi ugye lágyakon jött ki, Galam szépen félre el, nem tartja föl a mögötte lévő időmérő köröket futó játékos, viszont Galam lehet, hogy rápályázik egy kis szélárnyékra hátulról. Tehát van benne ráció. Így is van, Galam rápróbálkozik. Na nézzük Misinek a futott eredményét, most fordul rá a célegyenesre, a DRS már nyílik mind a két oldalról, Galam egy kicsit megcsúszik. Misi 1.24.3.90 lágyon. És Galam már érkezik, közben a box utcából is érkeznek kifele. Misi vajon még egy gyors körre akar menni, vagy csak szimplán Galam belől menekül? Na hát ez egy jó kérdés, mert Galam gyorsabbnak tűnik. Igen, itt azért az elengedés kicsit nehezebb, mint ami... Hoppá, azt viszont muszáj lesz elengedned innent fölfogva, Misi. El kell engedned. Szépen veszik be ezeket a kanyarokat, nagyon jó. Hát igen, ki is mentek a box utcába, az valószínűleg csak egy levezető kör volt. Geri most jött ki a box utcából, Peti is, valószínűleg ő most fogja megkezdeni a mért körét. Ugye Peti Norvinak a csapattársa. Elcsiságból milyen időt fog tudni behúzni magának. A kontroll még nem ment kört. Amit kimondtam, ezt rögtön futott is egyet, 1.24.4.19-el. Ja igen, tudom mit felejtettem. Az egész lassú körön van. Most fogja szerintem a legjobb kigyorsítást megszerezni magának. Így is van, és már ő is elkezdte a mért körét. Menjünk vissza kicsit Petire, mert Peti is már gyors körön van, és már érkezik hátrafele. Szépen összehozta, nem vágta le. És itt egy kicsit eltúlozta a féktávot, tehát rosszul vette. És itt is szélárnyék nincs, viszont a DRS nyitható, ugye a célegyenesben ennyi az egész. És Peti fut egy 1.23.6.99-es időt, amivel 5. helyre érkezik meg, viszont akkor nézzük Fikuszt. Fikusz érkezik az alagúthoz. Feltérbe az a Norvég kicsit megcsúszott. Dex mindig tartja az első jelzetjét, mondjuk, hogy szuperlágyon jött ki, láma egy szuperlányom jön most ki éppenséggel, tehát ugye kivezető körre, és most ér az alagúthoz. Hoppá, ezt egy kicsit nekiütötte a falnak. Azért lesznek száncserék. És 1.23.7.35-tel érkezett oda
jelláma, vajon a második helyet át fogja tudni venni, amikor a kibezető körén van, tehát most fog még csak a gyors körre indulni. Nézzük meg ezt most képesen belső, hoppá, belső kamerából. Kíváncsi vagyok, hogy miért, hogy tud ezen a pályán ilyen szépen menni. Javított mondjuk, lehet, hogy ez is gyors kör volt. Ezt nem fogjuk megtudni. Nézzük, most érkezik az első szektorba. 200-ados javításban majdnem 3. Ezt a kanyart szépen kell vennie, innentől fogva nincsen gáz, akkor jó a kigyorsítás. Hátsó két kanyar az alagútig, ez a legnehezebb szakasz az egész játékban. És már mehet is, ott volt egy kifordulás, ha jól látom. A sárga zászló, mivel a lámba gyors körön van, ezért le kell húzodnia. Geri, állj arrébb! Úgy szép volt, nagyon ügyes vagy. Érkezünk a második szektorhoz, 700-os javítással. Láma nagyon érzi ezt a pályarészt. Innet fog a 700-ot tud javítani, akár még az első helyet is át tudja venni. Ha még tud javítani ezen az egészen. Jön a cél egyenes ráfordító, jön a DRS zóna. Innentől fogva nézzük, hogy hova jut be, és átveszi a második helyet 1.22.227-tel, egy 100-ra van lemaradva a csapattársától. Nagyon szép volt. Arra mindig szofton van, valószínűleg ő. Hoppá! Közben Sveda is átvette a harmadik helyet, úgy szuper látja. Arra mindig a box utcában van, valószínűleg a végére vár. Házigalom most indul ki, valószínűleg egy gyors kört fog tenni, mert föltette ő is a szuperlágyakat, valószínűleg nem akarja ennyibe hagyni, mert ez a hatodik hely nem teljesen jó neki. Peti is szuperlágyakon van, ugye egy körös szuperlágyakon. Cikusz még mindig a sima lágyon van. Közben PMG bejött az ötödik helyre 1.23.101-jel. És valószínűleg a következő gyors körét is most akarja lefutni, javítani akar ezen, hogy az először egy kicsit kisebb bemelegítő kör volt. PMG szépen átgázolt azon a puklin, amit mások ki szoktak kerülni. Nézzük meg, hogy az első szektorba és a második szektorba. Igen, a második szektorba fog-e tudni javítani. A Misi nagyon szépen félreállt. PMG a kikötőbe érve szépen be tudta venni ezt a nagyon szűk kanyart, technikás kanyart. Elfordulás is megfelelő. Nem sokára érkezünk harmadik szektorba. Már csak a célegyenes ráfordító van és egy DRS zóna, amivel nagyon szépen lehet ügyeskedni az, hogy a legjobb kigyorsítást tud szerezni. Szia Gerem! Üdvözöllek! Most egy kis kommentálást tartok, mert a srácok futamon vannak. Üdvözöllek! Köszi szépen! Köszi szépen, Abita! A csírt, bocs! Köszi a csírt! És ki van kapcsolva a... Mondjad már! Tudod te! Ki van kapcsolva a... A jelzések. Nem lehet látni. Na, hol is tartottam? Nem fészkem, ez liga futam. Ez liga futam, itt nincsen fészkem. Ha versenyeznék, akkor lenne.
De ez még csak az időmérő. Itt még azért tudok valamilyen szinten beszélgetni, a versenyen viszont meg már nem nagyon tudok, tehát hogy ott már nem nagyon akarok, mert ott azért kicsit izgalmasabb lesz az egész. Hoppá, Geri kicsúszott. Az Arnold viszont kijött, feltette a szuperlágyat, haha! Igen, 3 éve feliratkozó vagy, mindjárt jövök. Nem feliratkozó, hanem follower, de igen. Dex tényleg érzi ezt a pályát, még mindig 1.22.113-ban az első helyen van. Galambi érkezik be. Ki lehet még gyors körön, de valószínűleg Peti még gyors körön van, szeretné javítani. Egy körös szuperlágyakkal. Geri 1.23.131 sima lágyakkal. Na. Érdekes. Szögerés a boxba, és már ő is felteszi a szuperlágyakat, de az, aki akar majd jönni. Ezzel még javítani is tud. Misi is már a 7. helyen van. 1.22. Hát szinte az első 7 helyezett... Hát igen, az első 8 helyezett majdnem egy másodpercen belül van. Hát látod, látod? Ez jó rég volt már. Nem kellett volna néha olyan hülyének lenned, és még mindig itt lenne az egész. Misi nem javított. Viszont Gerit, ja, másik irány. Szóval Gerit megfigyelhetjük, mert a szuper lágyon van fönt, valószínűleg lehet, hogy lesz belőle javítás. Kivezető körön van Misi, vajon mögötte kontroll érkezik, vagy láma? Igen, láma érkezik. Viszont Geri most fog ráfordulni a célegyenesre, nyílik a DRS is, és már lehet menni egyenesen előre a következő gyors körre. Hajrá, Geri! Az első szektorba javított is, 0.2 hozott az egészen. A saját idejéhez képest 0.2 javított. Visszafordított is, nagyon szépen vette, nem akadt fönt. Ez is nagyon szépen jött ki neki, az alagút előtti 2 jobbos kanyar. Az alagút végi féktáv az, ami nagyon trükkös lehet, de azt is szépen hozta ki, közben Arnold futott egy 1.21.877-et, amivel megelőzte Dexet, valószínűleg Dex már nem fog kijönni még egy körre, mert nem akarja elpazarolni a kerekeit. Geri még mindig javításban van. Nagyon letörte a szárnyait, de ebből még akár lehet jót is.
kihozni, ha nem annyira vészes a törés, de úgy látom nem annyira vészes. Valószínűleg nem vesztett vele annyit, hogy ne tudjon rajta javítani. És így is van, Geri feljött az ötödik helyre egy 1.22.504-es idővel. Nagyon szép, Geri. Ügyes vagy. Jár a taps. Misi is teszi fel a szuperlágyakat. Kontroll is kint a pályán. Jól látom. Láma. Láma retired from the session. Mi történt? Mi történt Lámával? Rosszul vette a féktávot és neki ment a falnak? Hát ha szerencséje van, akkor ez a harmadik hely még megmarad neki, tehát innentől fogva ő neki nem kell izgulnia, ha nem lesz javítás. Még 8 perc van vissza az időmérőből. És ugye Misi még a box utcában áll, de neki ugye nulla körösek a gumiai. Ugye Peti most a lágyon próbálkozik. Hát lepukkad, meg Mihálylott. Ez egy csúnya kanyar levágás volt, de valószínűleg csak azért, hogy minél gyorsabban felérjen gyors körre, azért csinálta. Na, most fordul rá a cél egyenesre, a szokásos DRS zónát, hogy szoktam említeni, már megy is előre egyenesen. Rövid ez a DRS zóna, tehát igazából vajni keveset ér, de ilyen tizedeket, vagy akár századokat is tud jelenteni egy jó kigyorsítással. Ugye ezen a pályán nagyon kevés előzési pont van. Az jó, legalább valamit csinálsz. Igen. Peti, nem tudom, hogy tud-e majd javítani. Lágyon, 1.23.699-et kéne javítania. Szép féktávval. Jó, ezt jól vette, ezt még azért nem veszi el nagyon a pályabíró sem. Igen, majd beleférhet, belefér. Így van, még ráadásul 3/10-es javításban is van. Tehát ha 3/10-et javít, akkor ezzel a 8. Hát 8. helyig nem, de a 9. helyig fel tud jönni. És mindig a box utcában van, viszont Fikusz üres lágy, tehát friss új lágyakon. Na, nézzük, hova kerül be Peti. Peti 8. helyig húzta magát. Több volt, mint 300-ad. Lágyakkal. Na, viszont nézzük Fikuszt, aki a friss lágygumikon indul neki az időmérőjének. Friss szuperlágyon, bocsánat. Mindenki mind a két keveréket kipróbálja, hogy melyikkel gyorsabb. A gumi taktika szempontjából egyelőre úgy néz ki, hogy Peti és Láma fog egyedül lágyakon indulni. Amik hosszú be... Aj, Misi! Mit csináltál, Misi? Elrontottad a féktávot? Misi, mindig keverem őket. Fikusz! Csináltál Fikusz. De hogy el akart engedni a mögötte lévő gyorsabb pilótát. Úgy látszik, hogy nem adsz úgy gyors körömban? Így van. Hát mondjuk relatív ez gyors kör, mert 5 másodperccel lassabb, mint az előző. Valószínűleg van valami kis törés, vagy van valami kis hiba az első vezető szárnyal, ami miatt lassabb. Jó, de viszont akkor térjünk vissza Fikuszra. Ugye a Fikusz már ugye gyors körön van. És most fog elindulni a gyors körére. Ez egy kicsit javított a saját magán, de... Vagyis azt mutatta, hogy javított, már mondjuk nem értem, hogy miért mutatta. Na mindegy.
így az egy kicsit érdekesebb számomra. Na. Az első szektort nem láttuk, de valószínűleg javításban van, ugye szuperlágyakon van. Max útban, ahogy mondtam, nem próbál meg még egy gyors kört menni, neki teljesen jó a második hely, ha csak nem Fikusz, vagy esetleg Misi nem ad egy meglepőt, és az első két helyet betámadják a csapatukkal. Jön a célegyenes ráfordító, jó kigyorsítással, a DRS-t lehet nyitni. Innentől fogva már csak a beérkezés számít, amivel Fikusz... Hát nem érkezett be viszont. Nem érkezett jó helyre, viszont így retire-ölt félig meddig. Önszántából. És még Galamb is ott bal fékeskedik a pálya közepén. Valószínűleg megcsúszott. Nem tudni, hogy Misinek mennyi, hogy tört-e esetleg a szárnya, az a kis ütközésre. De úgy látom, sem baj nincs. Legalábbis én ezt látom. Nem, nem tört róla semmi. Jó van, akkor szerencséje van. Tehát egy kicsit itt a seggében megkóstolta a védőkorlátot. De ki tud még meglepetést okozni ebbe az utolsó két és fél percben? És félrehúzódik, Norbi elmegy mellette valószínűleg. És áj, ez rossz helyen volt. Petivel együtt mennek ketten. Peti lágyon van még mindig, valószínűleg próbál még javítani, de neki a nyolcadike is elegendő lenne a kezdése, mert hogy az ő gumi taktikája szerint ugye azért később jön ki a box utcába, tehát jobban fogja tudni neki nyomni az elején. Gerés közben retire-ölt, de a harmadik helyről? Hát az nincs. Mi? Mi történt veled, Geri? Megvizéltél? Megkattantál, hogy mi? Azt a mindenit! Gratulálok! Misi vár, és most Misi indul. Nem a C és retire-ölt a sessionből, viszont másfél perc van még hátra, itt valami még akár lehet. De nagyon szoros az állás. 1-21 és 1-20... Durván 1.23, durván másfél másodpercen belül van az első 12 hely. PMG is retire-ölt a sessionből, tehát ők már nem akarnak ezzel próbálkozni. Azt mondták, hogy nekik elég volt, és mehetnek tovább a versenyre. Misi még alkothat. 200-os javításban van a saját idejéhez képest. Az 1.27. 1.22.7, tehát ez már a Peti mögött lévő helyezés, tehát a 9. helyezésre fog jönni ezzel a javítással. De nézzük a második szektort, hogy vajon jól meg tudja ezt csinálni. Szépen érkezik. Hát Misi azt mondta, hogy jó, akkor inkább ő elmegy még egy gyors körre, ezt itt levágja ezt a kanyart. De Petiék még kint vannak a pályán. Jó reggelt, Kex is retire-ölt a sessionből. Tehát ő is azt mondta, hogy ő se akar már többet menni, valószínűleg nem fekszik neki ez a pálya. Szóval Misi még fel tud érni egy gyorsabb körre, amit talán, hogyha minden jól megy, akkor nem csúszik meg, nem ugrik meg. Neki jobb helyen kell lennie, mert ő lát, azért ő az, tehát, hogy ő azért az erősebb pilóták közé tartozik. És így is van, elindul egy utolsó gyors körre, hiszen már többször nem fog fölérni. Ő van egyedül a pályán. Lássuk, hogy mi történik vele az első szektorban. Az első szektorban lesz-e vajon javítás? Így van, egy fél másodperces javítással jön is, amivel Galamb mögé érkezhet. Sőt, PMG mögé érkezhet be. Ezt a kört nagyon össze kell tennie ahhoz, hogyha ő előrébb akar jutni. Ez a kamera állás, mondjuk ezt így hirtelen nem értem, itt még olyan lassúnak tűnik az autó.
És most nem rontotta a féktávot, nagyon szépen bevette ezt a kanyart is, ami itt van lent a dock résznél, a legtechnikásabb kanyar része. Most jön az egy első sikán, utána jön a második sikán, ezt nagyon szépen be tudta venni. Jön a második, remélem ne vágja le annyira, hogy elvegye a kört. Így is van, és kaszinónál már fordul is vissza. Rá a célegyenesre. Nézzük, hogy mekkora javítása lesz. Nyílik a DRS. És... Misi... Hát nem látunk semmit. Misi az első helyre behozta az autót! Jesszus Mária! Úristen! Na, nézzük a helyezést. Gerinek van egy 5 rajthelyes büntetése, tehát ő a 9-ről fog most indulni. Misi az első helyről, Arni a második, Dex a harmadikról. Egyedül Peti fog lágy keveréken rajtolni, ami valószínűleg neki ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen bónusz meccs rész lehet. Tehát így reméljük, hogy nem lesz belőle nagy probléma. Kex az utolsó, Zoli az utolsó előtti. Nem sokára jövök vissza, addig nem menjetek sehova.
Elérkeztünk a Formula 2 legikonikusabb pályájára, a pálya, ahol nincs helye hibáknak. Üdvözlünk mindenkit itt Monte Carlo-ban! Fiatal pilótáinknak minden képességre szüksége lesz ahhoz, hogy elérhessék a célzászlót a Maradj Otthon Liga futamban, negyedik fordulójában. A Monte Carlo-i pálya nem változott sokban 2018-os állapotához képest, ez a 3,3 km hosszú pálya gyakorlatilag körbeigeli az egész országot. 19 kanyar, de nem túl sok lehetőségünk, hogy ez az a pálya, ahol a technikai tudás számít igazán. Elsőnek célba érni. Most lássuk a ponttáblázatot a Szóval stúdiójé. Hát köszönöm szépen ezt a csodálatos felvezetést, amit láthatjuk. A verseny ponttáblázatát. Első helyen Arnold van 99,5 ponttal, Fikusz a második, PMG a harmadik, őt szorosan követve, Norbi a negyedik, Péter, Házigalamb és Botond, valamint Láma nagyon szorosan követik egymást, 5 pont durván a különbség közöttük. Zoli a 9. helyen van, Kontroll a 10. és innentől fogva már lejjebb nem tudunk mit kezdeni, viszont érkezünk a felvezető kör közepére, amit láthatjuk, már jönnek is a pilóták, ugye Misivel az élen. Hogy Arnold most ezen a versenyen a második, tehát Misi szerezte meg a pole pozíciót, tehát az övé a 4 pont. Ezt véssük észbe. Ugye szép bemelegítés után lehet egy nagyon jó futamot menni. És ugye már kanyarodnak rá a célegyenesre, remélhetőleg a gumik szépen be vannak melegítve, és akkor láthatunk egy tiszta rajtot, nem lesz valószínűleg, remélhetőleg nem lesz értikár. Így hát. Mindenki szépen föláll a rajtrácsra. És akkor én már csak azt tudom mondani, amit a Szújó Zoltán mondott, mindenki dőljön hátra, maradjon otthon, mert nem sokára elkezdődik a Maradj Otthon Liga 4. fordulója innen, Monacóból. Na, a lámpák kigyulladnak. Nagyon szépen el lehet jönni a legelejének. Na, és a lámpák kialudtak, viszont nagyon sokáig tartották bent a srácok, Misi nagyon szépen kapta el a rajtot, ott hátul nem történik semmi, az első kanyarban nagyon szépen el lehet fordulni, úgy látom sárga zászló nincs, szépen egymás mellé be lehet sorolni, Arnold viszont próbál előrébb jönni, Dex előrébb lépett helyett, Láma is, Peti is, Sveda viszont vissza csúszott egyel. Tisztán eljöttek a rajtrácstól, a rajt vonaltól, és ugye a hangot meg nem hallottatok, ez nagyon nagyszerű, tehát a autó hangját nem hallottad, és akkor jöhet itt a visszafordító rész, ahol Norbi nagyon szépen megpróbálta berakni, és ott is tartja, nem is Norbi volt, hanem Peti. Nagyon szépen el tudott ott jönni, bár helyezést nem tudott szerezni magának, viszont PMG szintén előrébb tudott jönni, és azért lássuk azt, hogy így van, hogy ki milyen messze van a másiktól. Misi nagyon szépen tartja az első pozícióját, viszont jól látom, hogy Dex megelőzte Arnoldot. Nagyon szépen behúzta valószínűleg az alagút utáni féktávon. Így van. És ahogy láthatjuk, Peti lágyon rajta, ahogy Geri is, Fikusz is, Norbi, Zoli és Nemacu. Fogva nekik egy kicsit nagyobb tapadás előnyük van. Nézzük csak, 9-1 másodpercen belül az első és a harmadik hely között lévő pilóták. Hiha, 21 körös a futam. Nagyon valami ki lehet-e bírni ezt így ezekkel a gumikkal. És remélhetőleg nem lesz a nagyobb csata. Viszont ott látom a háttérben Láma mögött. Láma is most már egy másodpercen belül van. Egy másodpercen belül Arnihoz képest. Az Arni viszont valószínűleg megcsúszott, és így egy másodpercenre kívülre esett. Sveda érkezik Petire. Nagyon érkezik, akár itt az alagút utáni féktávon. Ezt meg lehet fogni.
ha jól ki tudja fékezni, de nem volt elég közel, és itt nem is próbálkozik. Igen, ezzel a pályával az a legnagyobb probléma, hogy... hogy ugye nagyon nehéz előzni rajta. Egy vagy két olyan előzési pont van, amire azt lehet mondani, hogy... hogy ott megérős, ott az egyik az ugye az alagút utáni első féktáv, ugye a docknál. Geri is szépen benézett oda, hát ha tud egy kis helyet tartani, viszont 3 másodperces büntetést kapott, kontroll. Fikusz. Geri a boxban? Letört a szárnya? Gerinél szárnyat cserélnek? Így van, Gerinél szárnyat cserélnek. Láthatjuk azt, hogy... és még másod időbüntetése is volt. Aha, valószínűleg kiugrott a rajtnál. Így van, egy gyors első kerékcsere is van. Úristen, áthajtott az embere. Jézus Mária, Geri, mit művelsz? Misi közben egy kis előnyre tett szert Dexhez képest, hiszen Dex még mindig itt szépen tartja a második helyét. Arnold érkezik mögötte, de nem olyan ütemben, mint ahogy ő azt akarja. Peti a negyedik helyen Arnihoz képest, ott valószínűleg lámával történhetett valami. Valószínűleg kicsúszott, vagy rosszul vette a féktávot. Nem tudom, hogy törte esetleg valamilyen. Viszont ugye Lámáj 3 másodperces büntetést kapott, mert valószínűleg levágta a kanyar. Fikusz érkezik mögötte, már leskelődött, hogy figyelj haver, én itt vagyok. Tehát, hogy én meg akarlak majd téged előzni. Hát csak két sikámba nem tud közelebb kerülni hozzá. A harmadik körbe vagyunk, tehát most már a DRS él. Elmélet, nem? A negyedik körtől él a DRS. Sárga zászló a kettes szektorban. Valószínűleg Geri csúszott ki, vagy nem a cú. Hátul vannak ők a két leghátsó pilóta. De célegyenesben nem tudta utolérni Fikusz Lámát. Viszont Láma érkezik kontrollra. Ugye a lágynak köszönhetően tudnak elszökni egy kicsit Fikusztól, de pár körön belül Fikusz magára talál, tehát innentől fogva neki lesz gumi előnye. Galamb is már nagyon közel van, és Sveda előtt, Sveda mögött autókázik. Ha közel tud maradni akár, vagy egy jó kigyorsítást fogni, akkor az alagút végén be is tudja tenni az autóját. Ha lehet így. Inkább így fogalmazom, hogy autóját. De nem. Mindenki megpróbálja legjobban levágni ezt a kanyart, hogy még ne is vegye el. Fikusz még kapott egy 3 másodperces büntetést, ezen a futamon lesz, szerintem ezen a futam végén lesz a legérdekesebb, mert Zoli is kapott egy 3 másodpercet. Ugye mindenki büntetéseket szerez magának, mert ugye a versenybeállításban úgy van, hogy strikten van, tehát nagyon figyel a pálya levágásra, viszont Fikusz egy jobb féktávot vesz, viszont megcsúszik. Így ezzel nem tud közelebb kerülni, valószínűleg majd a következő körbe ismét próbálkozhat. Itt egy féktáv. Nem is féktával, egy előzéssel. Ugye Sveda is érkezik szépen rá. Tehát itt ki fog alakulni egy nagyon szép kis menet közben. Kex is egy 3 másodperces büntetést kapott. A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik helyen. Sőt, a másodiktól a hatodik helyig konkrétan egy vonat alakult ki. Tehát itt azért még lesznek érdekes futamok, érdekes előzések, vagy előzési kísérletek, de lehet, hogy még akár a baleset is lesz erről, szóval srácok, vigyázzatok egymásra. Féktávon senki sem próbálkozik, mindenki azért vigyázz a másikra, mert ugye most szigorúban veszik a büntetéseket, közben Galamb is kapott egy 3 másodpercet, valószínűleg pályalevágás miatt ő is, mert úgy látom egy többszöri figyelmeztetésre kapta ezt a büntetést. Ugye mindenkinek 4 körös a gumia, ugye aki lágyon van, annak nagyobb előnye van. Peti nagyon berakta azt az autót, kicsit túlvállalta magát, viszont nagyon szépen vigyáztak egymásra, tehát nagyobb probléma nem eshetett belőle. Viszont is Sveda jobban megérkezik Petire, mert Petinek vissza kellett fognia magát. Sveda már nagyon közel van, itt most nem fog tudni előzni, tehát várnia kell. De
akár itt meg lehet. Peti, nagyon közel, Peti, ez nagyon közel. Ebben a balos kanyarba nem érdemes berakni, mert teljesen más a féktáv. Valószínűleg Petinek sérült, így van, sérült az első szárnya, tehát neki jobban kell vigyáznia magára, mint a többire. De viszont ugye a többiek jobban utolérhetik, meg kisebb a fordulása, sokkal nehezebben tud fordulni. Itt látjuk meg, hogy mennyire, viszont Geri megfutotta a leggyorsabb kört a futamon. 1.24.025-tel. Geri, mi van ma veled? Láma ismét egy 3 másodperces büntetést kapott. Pályalevágás miatt valószínűsíthetőleg. És itt a célen, itt a alagút végén Norvi próbálkozhat, Norvi Peti próbálkozhat, de nem tette meg. Csak benézett, hogy figyelj haver, itt vagyok. Arinak valószínűleg a kerekei már kezdtek el kopni, miközben Emacu is megfutotta a leggyorsabb kört 1.23.779-el. Tehát ők gyorsulnak, mert ők lágyon vannak, szuperlágyon, valószínűleg náluk lesz még egy kerékcsere. Hát, hogy jól látom, Zoli és PMG is izé. Arni, Peti harcolnak nagyon egymással. Arni kiment a boxba. Bocsánat, Arnold kiment a boxba. Ezért láttam, hogy megelőzte. Így viszont akkor tudunk hátrébb benni. Megnézni, hogy itt mi történik. Ugye a kontroll is a box utcában van. Tehát ő is megy ki, Geri csapattársa, nagyon szépen odagurították a pilóták. Ugye időbüntetése van, tehát azt le kell töltenie, és most lehet a kereket cserélni. Ez egy baromi gyors kerékcsere volt. Tehát, hogy... Na, mindegy. Na, nézzük Gerit, aki a kontroll mögé jön vissza, ugye neki kicsit már kopottabb a kereke, de neki is nem sokára vissza kell mennie a boxba. De ugye Dex még mindig, meg Misi is az első két helyen van. Misi nagyon elhúzott a többiektől, már több mint, majdnem 5 másodpercre van mögötte Dex. A Dexnek vagy nagyot kell alkotnia, mikor Misi kimegy a box utcába, de húznia még egy kört, hogy egy elévágást tudjon eszközölni. Vagy Misinek kell nagyot rontania ahhoz, hogy Dex utolérje, de Misi stabilan csinálja. Ez a PMG meg Zoli helyet cseréltek, valószínűleg mondta PMG, hogy hopp, én gyorsabb vagyok. Na, nézzük Dex, vajon kijön a box utcába? De, és kijön a box utcába? Miért jössz ki a box utcába? Menned kellett volna még egy kört. Szóval melyiküknek van időbüntetése? Dexnek autó gyorsan cserélnek is, kereket egyből. Nem tudom, hogy Misi is ugyanígy van-e vele. Nézzük csak. Formula Misi, igen, ő is itt van. Szóval ugye kijött Dex, majd Láma is kijött utána rögtön. És így lassabban fognak cserélni, mert nem érkezett úgy meg. Ez viszont egy nagyon érdekes pillanat, hogyha itt vagy, de ez ezt légy szíves, klippelt ki. Amikor a első vezetőszárnyat így cserélték ki, de mindenkinek kell vezetőszárnyat cserélnie. Zolinak is, Láma már érkezik kifele. Most Peti vezeti a futamot, a hétkörös lágyakkal, és hát relatíve nagyon elő van. Tehát Fikuszhoz képest majdnem 5 másodpercre, ugye Misi meg már, hát nagyjából 6 másodperc, mondjuk 60-nal mész, mondjuk 10 másodperc, 16 másodperc, mondjuk durván 17 másodperc egy kerékcsere. Behajtással, kihajtással együtt. És viszont arra nagyon közel van Norbira, Norbihoz. Most viszont tényleg Norbi, és nem Peti. Viszont Norbi egy kicsit levágta a kanyart, de Arni jobban tud kigyorsítani. De közben érkezik mögötte PMG is, tehát rá is kell figyelnie Norbinak. Viszont úristen, PMG mit művel? Milyen belső ívre próbált meg eljönni? Azt a mindenét! PMG! Azt a szemfüles megmozdulást! Vajon PMG-nek sérült-e a szárnya? PMG-nek nem, de Norbinek igen, Geri 3 másodperces büntetést kapott. Arni, nézzük csak Norbinak az első szárnyát, hogy megsérült-e? Nem sérült meg, viszont lassabb, mint a többiek. De megsérült a szárnya. Ő
Így van, Norbinek megsérült a szárnya. Dugyán... Ajaj! Úristen! Az mi volt? Control. Ez nem is Control volt, hanem Sveda. Sveda nagyot akart, nagyon be akart menni PMG mellé, és később vette a fake távot, és neki rongyolt konkrétan a falnak. PMG meg is lepődött, viszont PMG mögött már Sveda csapattársa Control is érkezik. A PMG-nek is valószínűleg megsérült a szárnya. Nézzük csak. Igen, PMG bal első szárny darabkája hiányzik. Norbi elől valószínűleg ő is küszködik elég erőteljesen. Így van, valószínűleg neki is nem sokára box utcába kell mennie. The Dex érkezik szépen Bishire rá. 2 másodpercen belül van, holott még az futam elején még 3 másodperc, ötből a futam elején. Tehát ugye az első 2-3 körrel ezelőtt nagyjából 5 másodperc volt a különbség, tehát most már szépen lassan érkezik rá, és igazából is, mert hogy tartási távolságot is, meg nem is. Ezredeket hozd vissza, közben Álma megfutotta a verseny leggyorsabb körét 1.23.446-tal. Hoppá, ott mi történt, ja? Box utca? Nem, Norbi félreállt, nem akarja feltartani a többieket, nagyon szép is. Nagyon jó megmozdulás tőle. Zoli elhagyta a session. Házi galamb, meg befejezte a versenyt. Úgy látszik neki ennyi elég is volt, 6 kör. Valaki imbelje vissza Zolit. Mert én nem tudom. Zoli botja közben elkezdi bejárni, jó reggelt, kekszet. Norbi visszalépett a futamtól konkrétan, azt mondta, hogy ezzel a szárnya már nem bírja. Geri ismét szárnyakat cserélt, vagy lehet, hogy a leggyorsabb körre hajt ő is, hogy ne legyen az első párja legyen a... ez a csodálatos dolog. Dex kezd lemaradni, Peti már 10 köre vezeti, tehát a 10. körben van a kerekekkel, valószínűleg már neki is lassan ki kell mennie, főleg, hogy a fél első szárny hiányzik, és még így tudja tartani az első pozíciót, úgyhogy Fikus már kezdi beérni, úgyis ugyanígy a 10 körös kerekekkel. PMG visszaesett egy pozíciót, 2-t. Mi történt veled, PMG? A PMG-nél kereket cserélnek. Aha. Norbi elhagyta a session-t, köszönjük szépen Norbi, hogy itt voltál. Geri így a 13. helyen fog végezni, hogyha így végez. De hála, tehát érdekes, mert még safety car nem volt a pályán, tehát a srácok valamit nagyon ügyesen csinálhatnak, hogy nem kellett behívni safety car-t, mindenkit elengedett, mindenki mindenkire vigyázott. Érzik azt, hogy ezen a futamon így fog, úgy fog végződni, hogyha nem vigyáznak egymásra, hogy mindenki össze-vissza, jobbra-balra. Formula Misi kezdik közben beérni az első, tehát a bolyt, viszont Peti, ha jól látom, akkor már hamarosan lekörözi PMG-t, ha jól látom, vagy Zolit, hát... Peti, neked hamarosan box utcába kéne jönned, mert ez így nagyon nem lesz jó. Alig tudsz fordulni. Petikém, menj a box utcába. Ennyit nem ér. Nézzük közben Fikus szemszögéből, hogy ez hogy néz ki. Jó, Fikus még valószínűleg menni fog pár kört.
Hoppá! Köszönöm, hogy ó, nagyon szépen elengedtem is itt, innentől fogva már csak Dance lesz a nyakán. Misi és Fikusz nagyon szépen összedolgoztak, valószínűleg ők lesznek a futam első, ők lesznek a futam dobogósai, de egy kicsit le van maradva. Hát mondjuk Fikusz talán a negyedik helyre, ha vissza tud jönni, viszont hogyha gyorsabbak lesznek, tehát a Fikusz gyorsabb lesz, mint mondjuk Armin, vagy Dex, akkor akár utal is érheti őket, és akár egy jó manőverrel meg tudja előzni. Ugye nagyon sokat nem változott a pozíció, innentől fogva már csak box utcán múlik az egész, még van rátra 8 kör a futamból, valószínűleg nem sokára Fikusz is kimegy a box utcába, és ráadásul ő szuperlágyat fog kapni. Valószínűleg szuperlágyat fog kapni. Mivel gyorsabb lesz, mint a többiek, mert a többiek fordított stratégián voltak. Fikusz még nem megy a boxba. Dex nem sokára kezdi utalérni, DRS-t ugye nem tud nyitni, viszont Zolinak a szelleme már félrehúzódott. Igen, most az lesz a kérdés, hogy vajon Norbi és házi galamb vissza fog jönni a sprint versenyre, ami valószínűleg egy olyan 17 körre számíthatunk nagyjából. Látom, közben Zoli is visszajött? Így van, visszajött a Zoli is. Ilyenkor lehet örülni, hogy szellem. Hajaj! Na itt most mi történik? Ja, hogy kontroll közben utolérte Gerit. Nem a cú a háttérben. PMG halad szépen előre. Jó reggelt, Kex a 9., Sveda a 8., Láma a 7., 6. Péter. És akkor itt van egy szép nagy távolság. Igen, azért Geri, erre figyeljünk oda, hogy hiába vagy szellem, hát függetlenül engedd el. Geri visszavonult a futamtól, de még a sprint versenyre be tud jönni. Fikusz most kapta meg a kerekeket. És nézzük meg, hogy hanyadik helyre fog visszajárni. Fikusz ugye most fog kijönni a box utcából, ugye Láma mögé került. Ez is egy jó pozíció, meg hogyha a 7. is, most a 2. helyre fog indulni, ami ebbe a versenybe, és ezen a versenyen, tehát ezen a pályán, ez egy nagyon jó pozíció, mivel fordított rajtrácsról indulnak, így a 2. helyen fog indulni, vagy lehet, hogy az első, nem tudom, attól függ, hogy taktikázzák el. Emberből 3-an adták fel a futamot. Dex kapott egy 3 másodperces büntetés, ami valószínűleg majd a futam végén lesz hozzáadva az időjéhez, D-hez. Bocsánat, egy pillanat. Fikusz szépen jön előre, szóval úgy hallom, valaki még a box utcában van. Valószínűleg ez PMG? Nem, ez Zoli. Zoli a 12. helyen a box utcában van, ez most nem a PMG versenye. Az előző futamon a spanyolban azért sokkal jobban teljesített. Viszont kontroll kezdi el beérni Lámát, vagy Láma kezdi el elhagyni kontrollt, azért sem mindegy. Meg ugye Láma üldözi Petit. Aki meg lehet,
Jelálma. És telepedem rissebb gumikon, 8-körös gumikon van, mivel még be is tudja akár fejezni a versenyt. Viszont ugye Peti... hogy gyorsabban fog kopni a gumia. Ha a második szektorban valami sárga zászló történt, valami olyan dolog történhetett, kicsúszás, megcsúszás, valószínűleg ez Dex lehetett, mert Arnold már nagyon rajta van Dexen, már másodpercek, fél másodpercen belül van. Most Dexnek vagy ki kell menni a box utcába, mert ha tört a szárnya, akkor az nagyon baj. Vagy csak megcsúszott, viszont Arni kapva kapott a lehetőségre, de belső ívvel megelőzni, és Dexnek... Most? Na, most ez mi volt? Na gyerekek, ez mi volt? Mert ez egy eléggé nagy káosz volt. Valószínűleg Dex ki akart menni a box utcába, csak ugye nincs index az autón, tehát ez nem lehetett látni. Dexnek így mennie kell még egy kört. Itt azért volt katyvasz, nem is kicsi. Viszont így Arnold a második helyen van, Láma meg érkezik föl, 10 másodpercre van. Ha viszont Dexnek sérült a szárnya, akkor Láma át fogja venni a harmadik helyet. Így van, Dexnek sérült a szárnya. Tehát neki ki kell menni a boxba, hogy új szárnyakat rakjanak föl, és ezzel még akár egy gyors kört is meg tud kockáztatni, hiszen ő volt az egyik leggyorsabb az időmérő edzésem. Ha most felrak egy szuper lágyat, akkor akár a leggyorsabb körre is rámehet, és hogyha a leggyorsabb körre rámegy, akkor ugye ez boss 2 pontot jelent neki a pontjaihoz. Ami hogyha negyedik lesz, az annyit jelent, hogy 14 pontot kap, tehát 4... Úristen, már bekanyarodni se tud. Szegény Dex. Na, Dex, utcuk ki a box utcába, aztán nyomass rá egy jó nagy adagot. Viszont így Arni szabadon mehet, úristen, tehát tényleg kanyarodni nem tud szegény Dex. Viszont Láma így jó közelít Dexre, ugye látjuk, hogy Petit azért meg tudta előzni. Fikusz 5 másodpercre van Petitől, valószínűleg neki is csúsznia ki, 5 másodpercre, 1 másodpercen belül van. Fikusz mögött Sveda van 5 másodpercre, Control meg Sveda mögött van 10 másodpercre, valószínűleg a 7.-8. helyre pályáztak eddig is. Kex viszont 5 másodperce Controltól, tehát ez még tartható távolság. PMG viszont Kexhez képest nagyon közel van. Másodperc, fél másodpercen belül. Na? PMG, mit fogsz tudni tenni jó reggelt Kex-el? Na, célegyenesben már érkezik rá, DRS kihasználva, külső ívről próbál előzni, de ebbe a kanyarba a külső ív nem annyira érdekes, viszont ugye nagyon szépen ezt megoldotta, viszont jó reggelt Kex már érkezik rá, viszont ezeknél a kanyaroknál nehezebb az előzés, így egy kicsit vissza kell fognia magát, de úristen, ez megcsúszott, tehát így egy kicsit visszát kellett fognia. Ugye ebben a kanyarban nagyon az előzés meg lehet csinálni, de nehéz. Itt ilyen Hamiltonos előzéseket is lehetne eszközölni, de hát ugye nem vagyunk Hamiltonok, meg nem vagyunk hivatásos real life pilóták. PMG-nek sikerült megúsznia, így viszont Controlnak ki kellett menni a box utcába, vagy megcsúszott. Láma már a harmadik helyen van, Dex viszont kiesett, úgy látom, tehát ő nem fejezte be a versenyt, pedig egy nagyon jó pozíciót szerezhetett volna. Így tehát 15-ről 11 főre esett a versenyzők száma. 12-re, bocsánat. Láma így a harmadik. Az ő csapatuknak azért pontot tudna majd hozni. Geri újra csatlakozott a sessionhöz, valószínűleg majd a következőre fog jönni. 3 másodperces büntetés van Misinél, ami annyit jelent, hogy ez már majdnem 9, hogyha Arni 10 másodpercen belül tudja tartani, akkor onnantól fogva az első hely az övé lesz, de a második az biztos. Ha csak Láma utol nem éri Arni. Ugye Peti 5 másodpercre van a Lámától. Lámának nem kell annyira aggódnia, hiszen még van 2 kör hátra a futamból.
legalábbis ebből az első futamból, utána fordított rajtrácsos megmozdulás lesz még a a mérvadó. Ugye a fordított rajtrács szerint akkor most úgy néznek ki, hogy jó reggelt, Kex indul az első helyről, Fikusz viszont megelőzte Petit. Ráadásul a hátsó visszafordítóba a kaszinó téren. Csak Raskasban. Raskas? Ah, már nem tudom. Utána kéne nézem a pályakanyareleveknek. Na mindegy. Én most a Fikusz negyedik helyen van, ami egy elég erőteljes pontszerző hely, ötkörös lágyakkal. És még akár láma után is utána lehet menni, bár nem hiszem, hogy 7 másodpercet le tud dolgozni két kör alatt, úgy még, hogy még ég is előzi. De érdekes lenne mindenféleképpen látni ezt. Jelenleg így áll az állás, mindenki nagyon-nagyon nagy távolságra van a másiktól. És a büntetések a végén fognak majd sokat nyomni a latba, mivel bizonyára vannak emberek, akiknek vannak büntetéseik, így például... Nézzük csak. Formula Misinek. Na mindegy, majd úgyis meglátjuk, hogy hol fognak végezni. Ez inkább úgy lesz érdekesebb. Arni, mindig 7,5 másodperc, hogyha tényleg van 3 büntetése Misinek, akkor a második helyre fog visszalépni. Ha Ardinak is van, és Láma időn belül lesz, ami Fikusz őt már nem fogja utolérni, viszont Láma egyre jobban közeledik Arnira. A két kör alatt, az utolsó, bocsánat, nem is két kör, az utolsó körnél vagyunk, ahol Misi a befutó első helyen van, tehát most már száguld a célvonal felé. Kíváncsi vagyok, hogy a büntetései mennyit fognak hozzáadni a verseny végén, hogy mennyit kellett letöltenie belőle. Nagyon előzés már nem lesz sehol se. Misi érkezik. Érkezik lassan a célvonalnál, ott van. Láthatjuk, hogy nem acott és majdnem utolérte. Zoli le van körözve, meg a pálya közepén járkál. Hogy több mint egy percre van Misihez képest. És már fordul rá a célegyenesre, és az első futam győztese lehet Misi, hogyha csak 3 másodperc büntetése van. Nézzük. És Misi ért be elsőnek. Érkezik Arni is szépen. Vajon büntetés alapján, még ezt nem tudjuk. Láma is érkezik negyedik, harmadik helyre, az első 3 helyzetet megláthattuk. Tehát Misi, Arnold és Láma, ők indulnak majd a 8-7-6. Helyről következőnél. És vele közben kapott egy büntetést. Peti is már átjött a célvonalon, és Sveda érkezik PMG mögötte. PMG meg is előzte, sokkal nagyobb íven fordult, tudta, hogy biztos tudta, hogy büntetése van, ezért inkább elengedte. Hát ha még egy kicsit előrébb tud jutni Petihez képest, így a 6.-7. hely is most már biztosítva van. Kex is érkezik, valószínűleg a 8. helyen, tehát a következő futamban az első helyről fog indulni, ha csak az idők büntetései nem azt mondják, hogy Kontroll fog előtte végezni. Kontroll is már érkezik, ő is nem sokára átszakítja a célvonalat, már csak nem Nematsu van hátra, aki az utolsó sikánokat veszi, tehát innentől fogva nem sokára érkezünk a következő futammal, ami egy sprint verseny lesz. Azért ezt még megvárjuk. Nem az, hogy kicsit lalomozik a pályán, látszik, kicsit le van törve a szája. Szája, szárnya. Azért fittyen be is a szája, nem baj. 10. helyre érkezett meg, és nem sokára megláthatjuk azt, hogy milyen helyezéseket értek el a srácok, a büntetéseket hogyan osztotta ki automatán a játék. És itt láthatjuk, hogy Misi van az első helyen, 3. Arnold, 4. Fikus. És 3. Fikus. Hopp!
Hoppá, akkor Lámának több volt a büntetése, mint ahogy az számított? Számítottunk? Na, nézzük akkor a tabellát, hogy ezek szerint, hogy... Jó, ezt kipeljük. Úr! Arninak volt 6 másodikus, ugye előrébb lépett, Peti is előrébb lépett, Control... Control így is a 9. helyen van. Ha. Hogy a büntetés miatt Cikus előrébb lépett, Peti előrébb lépett, PMG mögött Péternek így is 12 másodperc büntetése volt. Ha jól látom, így van. Jó, nem sokára érkezünk vissza. Na, közben vissza is érkeztünk a sprint versenynek a bemelegítő körére, ahol, amit láthatjátok, esik az eső. Tehát, hogy ez így még érdekesebb futam lesz, remélhetőleg mindenki túl fogja élni. Ezben Geri kicsit le van maradva, tehát ő nyomja neki, mint a meszes, leghátul. Remélhetőleg mindenki itt van.
azok ketten vissza is léptek a futamtól, illetve valószínűleg vagy PMG, nem? Zoli a box utca, tehát a rajtrácson van. Visszaérkezett a rajtrácson. És ugye nem sokára elindul a Maradj Otthon Ligának a negyedik fordulójának a második versenye, tehát a sprint verseny, az ugye fordított rajtrács a sorrendben történik a helyezés, tehát Misi volt ugye az első, Arnold volt a második, Fikusz a harmadik, Láma a negyedik, ötödik Peti, hatodik PMG, második Raton, Sveda, jobb, és az első most, tehát a nyolcadik helyen Jó reggelt Kex ért célba. Tehát most ez a fordított rajtrács szerint, tehát ugye Kex az első, és így tovább, és így tovább. Nem sokára ugye a srácok megérkeznek a box utcába, box utca elé, tehát a rajtrácsra, ahol nem sokára elindul a futam. Szépen mindenki beáll, remélhetőleg a gumikat felmelegítették, és akkor mindenki dőljön hátra, maradjon otthon, mert nem sokára elkezdődik a második futam, tehát magyarul a sprint verseny. És akkor nézhetjük az elsőt, hogy mi történik, hogy a lámpák nem sokára kigyulladnak, mikor mindenki vissza, így van, a lámpák kigyulladtak, egy piros, két piros, három piros a gáz, mindenki a gázon van, remélem nem vagyunk deszinkelve, de így van, deszinkelve vagyunk, és nagyon szépen kapta el rajtot Raton, szépen külső ívről próbálkozik, mindenki csúszkál jobbra-balra, az első kanyarba szépen be lehet jönni, Norbi megcsúszott, így nem, sajnos nem tudott picsinálni, viszont így nagyon vigyázzuk el, és egy baleset rögtön az elején, de remélhetőleg ez nem vezet minket safety carhoz, Arnold följött a második helyre, PMG a negyedik helyen van, most jelenleg kontroll az ötödiken, Fikusz megint előrébb tudott jönni egy hetet, mert megelőzte Pétert, ugye a vizes pálya nagyon-nagyon veszélyes ilyenkor. És amit láthatjuk itt, Peti már nagyon szorosan követi PMG-t, és belső íven próbálkozhat, PMG-nek meg kell hagyni a helyet, viszont egy kicsit kicsúszhatnak, Peti nagyon szépen csinálta ezt, jönnek szépen a visszafordítóhoz, Peti nagyon agresszívan berakta ide, viszont itt megakadtak. Hát igen, Peti vigyázz erre, mert ez egy veszélyes volt, tehát így. Geri is megakadt, és ugye... Így Peti taladhat jobbra-balra. És Misivel mi történt? Ajaj. És Veda nagyon megcsúszott, viszont Arni érkezik mögötte, ő is csúszkál jobbra-balra, ugye ez az első nem kedvez egyik pilótának sem, hogy Arnold a második helyen van, Láma kapott egy 3 másodpercet, ahogy PMG is, Geri is rögtön már szállnak a büntetések, valószínűleg pályalevágás miatt, mert nem tudják a féktávot rendesen bevenni, Péter 5 másodperces büntetés kapott pályalevágás miatt. És hogy láthatjuk most az első kör végén a sorrendet. Sveda az első, Arni a második, Kex a harmadik, Kontroll a negyedik, Fikusz az ötödik, Zoli a hatodik, hetedik Láma, PMG 8. helyen, Nematsu 9. helyen van jelenleg. Geri viszont előzött egyet, viszont Nematsu rögtön vissza is előzte, rögtön az első kanyarba, ahogy láttam, mert pont ott voltak a képen, viszont így ők harcba állhatnak egymással. Peti is ismét egy előzést tett, mert Gerinek ki kellett venni a box utcába, mert ugye az első vezető szárnyat sikeresen letörte, ugye Peti miatt, aki a Peti most ugye nagyon be akarta rakni oda abba a kanyarba. Ez egy nagyon szép előzés volt, csak ugye nem teljesen vállalta túl magát, Peti nagyon lecsúszott az ívről, rosszul fékezett, ezzel nem tudott így mit tenni, viszont ugye jön Nemácónak is le van törve az első szárnya, valószínűleg ahogy Petinek is, így van, a bal első rögtön, Misi elhagyta a session, tehát ő már nem tudom, hogy valószínűleg visszajön-e vagy sem. Egy Geri is még csúszkál, valószínűleg üresek a gumik. És safety car van a pályán! Gyerekek, ezt vártam! Végre safety car a pályán! Érkezhetnek be
és is Svedáék hozhatják fel, viszont hogy Arni lecsúszott, úgy látom, a negyedik helyre, kontroll és jó reggelt, Kex is megelőzte őt, viszont így vigyázniuk kell egymásra. Akinek törve van a szárnya, az most esélyt kapott arra, hogy gyorsan kijöjjön a pályára. Ott még mi történt az utolsó helyen Dex-el? Vagy kiállott a pálya közepén? Hát úgy látom, egy kicsit be van ragadva oda egy pilóta a térképre. Mindjárt frissítjük a térképet, mindjárt keressük, melyik az. És ugye mindenki jön ki a boxba. Hát így is oda van ragadva, nem baj. Itt egy gyönyörű szép képet elkaphatunk, ahogy a pilóta leül a jobb hátsó kerékre, vagy a bal hátsó kerékre. Leül, miközben kicserélték. Kiújtsa a kezét, hogy Alatfater, kész vagyok. Ott meg mi történik a háttérben, hogy Nemácu vár a kerekére, viszont nem akarják behívni a boxba. Hát itt mi történt? Jaj, még csak most ér. Jaj, hogy valószínűleg volt kerékcsere, csak azt mi nem láttuk. Így. Na, csak megtaláltam a végére. Na, nem látsz, hogy így akkor az utolsó helyen van, és akkor lehet... Jó, hogy az a safety car volt! Aha! Közben rájöttem. Na, a safety car közben vezeti föl a pályára a... Tehát vezeti föl a versenyt, és ugye úgy látom, Control és Veda az első két helyen van, Zoli és PMG a másodikon, tehát egy csapat foglalja el az első négy pozíciót, ami egy jó dolog lehet, hiszen innen is lehet pontokat gyűjteni, ugyan kevesebbet, de legalább lehet gyűjteni, ez a lényeg. Valószínűleg egy 2-3 körig biztos kint fog maradni a safety car, addig is nézzük, hogy ki mennyi helyet javított, tehát Sveda 1 helyet, Control 7-et, Zoli 8-at, PMG visszaesett egyet, tehát nem volt egy olyan nagy vesztesége. Kex ugye 4 helyet bukott, ugye az másodikról számolva, igen, 4 helyet bukott. Arnold most egyel előrébb van, mint ahogy ugye a kvalifikáción volt. Fikusz visszaesett egyet. Geri 5-öt jött előre. Láma 4-et vissza, Dex 2-t előre. Hetet vissza Peti, és nem adtunk kettőt előre, vissza, bocsánat. Egy kiállása van pár pilótának, ugye láthatjuk azt, hogy ki hány körös kerekeken van. Itt igazából nem a kerék volt a lényeg, amikor kimentek a box utcába, hanem a törött szárnyakat akarták ezt így eligazítani, és hogy látom, Dex is kijött a box utcába, mert valószínűleg odavágta az elejét az autónak, tehát ő még csak most fog kijönni. Ugye hátulról Nemácu Petinek be kell érni a safety cart, mert valószínűleg addig nem fog kimenni, és ugye kisebb a pálya, tehát így nagyobb, gyorsabban fogja utalérni őket. Gyorsabban fogják utalérni a safety cart, így pontosabb. Tehát addig is egy kis pihiszuszi van mindenki számára, még nekem is. Három másodpercet kapott Fikusz, csak azért, mert valószínűleg a kicsit jobban levágta a pályát. Mondjuk ezt nagyon sokan nem értjük, hogy safety car alatt miért van büntetés, amikor safety carban, tehát pozíciót nem nyersz vele. Megint három másodpercet kapott, tehát van 6 másodperc büntetése. Thank you.
és ki volt kapcsolva végig a mikrofonom. Nagyszerű. Tisztára örülök neki, csak tudnám, hogy mióta van kikapcsolva. Na szóval, visszatérve. Láma, Geri és Peti egy nagyon nagy csatában voltak. Láma és Geri a visszafordító részen, ahol ja, a híres kaszoló, Arni, azt nagyon megsínletted azt a kanyar. Szóval azon a részen megpróbáltak elfordulni, és egymás mellett voltak konkrétan, de ezt lehet, hogyha fölteszem YouTube-ra, akkor utána szinkronizálom. Kap egy utolszinkron, mert ki volt kapcsolva. Valószínűleg a safety car alatt. Na, szóval. Láma ugye közeledik szépen Zolira. Ugye fél másodpercen belül van, és hogyha egy jó szélárnyékot itt el tud kapni Láma, és akár egy jó féktávval be tudja tenni belőle, vagy megpróbálkozik-e vele, nem, inkább biztonságira megy, nehogy valami baj legyen. Viszont itt Zoli nagyon csúnyán levágta a kanyart. Zoli nagyon csúnyán levágta a kanyart. De ezzel akár egy kicsit közelebb is tudott kerülni, mert neki le kellett venni a új évről. Láma viszont egy nagyon szép Tokiót mutatott be nekünk, és így driftelt egyet a pályán. De ezzel valószínűleg időt nem veszít. Nyitható hátsó nyitható szár, tehát a DRS nem elérhető, ugye lesik az eső. Szóval a Geri még mindig a hatodik helyen van. És ráadásul Peti vissza besett, tehát neki ugye, úristen, neki le vannak törve a szárnyai konkrétan. Bocsánat. Hát igen, Gerinek mennie kell. Ettől fogva már csak egy óvatos 5 kör, és simán behúzza magának a 6. helyet. Zoli megkapta a következő 3 másodperces büntetését, valószínűleg megint kanyart vágott. Hoppá, Gerikém, 6. helyről azért nem ezt kéne csinálni. Szerencsét van, hogy Petinek nincsen szárnya konkrétan, tehát ő kocsia szinte vezethetetlen. Hát mondjuk neked is kevesebb van, mint amivel kéne rendelkezned. Igen, ugye Peti érkezik, bár úristen. Hát Peti, neked ki kéne menned a box utcába, mert ez így nem fog sikerülni. Közben látom, Misi, te is itt vagy, örülök, hogy ide érkeztél, emiatt nem tudom, hogy miért léptél ki, majd légy szíves, írd a cseten, adhatjuk, hogy Misinek, most nem Misinek, hanem Petinek van büntetése, tehát le kellett történnie. És Vedának áthajtásos büntetése van, de vajon miért? Kapott egy áthajtásos, virtuális safety car alatt valószínűleg túllépte a sebesség határt, vagyis nem tartotta a deltáját, zöld zónába, ezért valószínűleg kapott egy áthajtásos büntetést. Nem tudom, miért van virtuális safety car igazából. Ja, Fikusz valószínűleg oda csapta. Hát Misikém, sajnálok titeket, mert pedig nagyon jó pozícióban voltatok. Hoppá. Sveda itt megcsúszott. Visszaesett a harmadikra, nem érdekel, hogy visszaesett a harmadikra, még egy áthajtásos büntetése is van. Tehát azt is le kell töltenie, hogy a virtuális safety car már nincs bent a pályán, tehát most már lehet nyomni neki. Valószínűleg neki 3 körön belül le kell töltenie, tehát ez annyit jelent, hogy a 14. körig muszáj. 1-es, 2-es szektorban sárga zászló van, valószínűleg Peti csúszhatott meg. Így van, Peti meg is csúszott, most volt kint az első vezető szájn cserén. Ja, hogy lágyat tettek föl neki!
Vagy Peti akar direkt lágyat felrakatni? Mert szárad a pálya, vagy? Peti, nem tudom, hogy ez milyen felindulásból van. De ezt most tényleg nem értem, mert hogyha... Bár jó, itt a box, itt a... Üzébe jó, gyorsabb jóval, de még így is csúsz kell. Viszont hogyha a Peti direkt rakta föl, akkor viszont ez a csapat, tehát a pilótatársak veszélyeztetése. Ha most nem jön ki a boxba, a körülmények nem javulnak, nem javultak annyit, hogy fel lehessen ezt tenni. Na most erre kíváncsi vagyok. Miközben lassan érkeznek mögötted a játékos társa. Lámáig közben kaptuk egy büntetést, és hogy jól látom, Kex előzött. Tehát most már hárman vannak, Tess is érkezik. Most már viszont pontszerző helyen van, tehát így, de mindig így nem átszolnál van a leggyorsabb kör. Ott repült egy szány darabka, ami Dexnek a szárnyáról érkezett. Így van, Peti nem direkt rakta föl azt a kereket, és már ment is vissza a box utcába, hogy lecseréljek neki. Nem tudom, hogy mit kap vissza. Így van, vetett ad vissza, szerintem automatikusan ezt adta neki az automata, tehát a robot, tehát mesterséges intelligencia. Láma Luke közben a harmadik helyre érkezik, Zolit megelőzve, ugye Zolinak büntetése van, tehát még Gerinek is van esélye arra, hogy elé kerüljön. Nagyon meg kell nyomnia, viszont Gerinek az élete versenye lehet. De szépen érkezik rá Gexre. Nem olyan gyors ütembe, de eléggé, most viszont Dex egy kicsit neki ment a falnak, valószínűleg a szárnyára is kapott. PMG érkezhet háttérbe, nem Atsu, 9. helyen van, be kell érni a 8. helyre, és akkor a 2 pont akár az övé lehet, ugye a leggyorsabb körrel. A PMG-nek van büntetése, akkor ezt valószínűleg ő fogja bezsebelni magának a 8. helyet, az Zoli viszont még mindig a 4. helyen van, tehát csapat szempontból ők vannak jobb pozícióban, Gary viszont az 5. helyen autókázik, mögötte fényéveggel jó reggelt Kex. Így látom Peti nagyon bajban van, viszont ugye visszakapta a vizes gumikat, esős gumikat, Peti a újabb 3 másodpercet bukott, ugye a büntetés miatt. Dex is kapott egy 3 másodpercet, tehát igazából PMG akár utol is érheti. És akkor ő fog előrébb kerülni a tabellán. És a pont nem is a tabellán, a ponttáblázatban. Egy kicsivel előrébb tud jönni, hiszen Dex nagyon jót futott az első futamon. Hát hogyha nem esett volna ki, akkor ez jó lett volna neki. És már egy kör, még egy kör van ezen kívül hátra. Nem sokára érkezik kontroll, nagyon szépen tartja az első pozícióját. Ugye ezt a kört befejezés onnantól számítva még egy kör van hátra a futamból. Arnold lemaradott tőle 10 másodperccel, valószínűleg Arni a második helyen fog megérkezni. Láma 6 másodperccel Arni mögött, és Zoli érkezik Láma mögött. Ez szintén egy olyan pozíció, ami előkelő, viszont Zolinak az jobb bal első szárnya le van törve, hogy Lámának is, jól látom, mind a kettő. Nézzük csak. Igen, Lámának is mind a két első szárnya le van törve, legalábbis egy kis darab belőle, tehát valószínűleg ő is óvatosabban vezet a kelleténél. Viszont Arninál, nem tudom mi a helyzet, valószínűleg ő sem akart már kimenni box utcába, de nem. Az ő szárnyai még megvannak, hogy kontrollnak is, tehát ők ketten még azért óvatosabban vezetnek, mint a többiek, hogy látom.
Igen, Álma is csúszkál jobbra-balra, ugyanúgy, ahogy Zoli is. Viszont Geri érkezhet Zolira, még egy köre van neki hátra. Ugye kontroll mérföldekre előzi Arnit. Viszont Gerinek is a jobb első szárnya le van törve, tehát ő sem tud vele most nagyon mit csinálni. Ugye, most nem az Peti volt, ha jól láttam. Igen, Peti volt a célegyenesben, ő engedte el Gerit. Geri az ötödik helyen beérve egy csodálatos futamot tudna teljesíteni. Ugye a jobb első szárnya neki le van törve és óvatosan kell vezetnie, nehogy valami probléma legyen így az utolsó körben. Ugye Kontroll megszerezheti élete első győzelmét ezen a futamon. Tehát így a Maradj Otthon Liga F2-es futamának, tehát a monacói állomásán megszerezheti az első győzelmét. És nézzük, ahogy szépen menetel előre, viszont ott PMG nagyon közel van Dexhez. Akár az utolsó körben egy előzést is tudna csinálni. Ugye feltartani nem fogja, mert ugye a Ghost be van kapcsolva. PMG vajon mennyire tud közel maradni Dexhez. Fél másodpercen belül van, valószínűleg mind a kettő rá van parázva a dologra. Dexter csak egy kis hibát kell vétenie ahhoz, hogy PMG kapjon a lehetőségre, és egy jó kis előzést tegyen. Nézzük PMG szemszögéből. Mennyire van közel PMG? Ugye Kex is előttük van. Kex is egy kicsit megcsúszott, viszont PMG valószínűleg jobban vette ezt a kanyart. Hoppa, Peti már ő azt mondta neki, tök mindegy, ő is az utolsó helyen van, ő vállalja a büntetéseket, tehát egy ezen nincs egy gold, és egy kicsit megcsúszva. Viszont Dex rajta van. Geri, mit csinál? Jaj, ne Geri! Geri egy olyan jó pozíciót buktál, nem baj, még pontszerző helyen vagy, bár PMG érkezik. A 8. és egy pontszerző. Nem acu messze van, de Geri már így is pontszerző helyen érkezik be. Dex érkezik a 4. helyre, tehát 3.-4. hely egy csapat. 5. PMG, 4. lett PMG. Nézzük Geri hova érkezik be. Geri a hetedik, Zoli a 8., Dex a 6. Nem, Geri a 8., bocsánat, nem acu beérkezett a 7. Tehát ő pontot is kap, plusz a leggyorsabb körét járó bónuszt, azt nem tudom, most így hirtelen kikapta meg, de mindjárt azt is megnézzük, és már csak Svedának kell beérnie a box utcába, tehát a rajt cél egyenesre. Nézzük, hogy mikor érkezik meg, nem sokára most már tényleg. Ugye szárnyak nélkül, őt is nagyon sajnáljuk, mert nagyon jó pozíciót itt a futam első felébe. Puff! És be is érkeztünk, tehát mindjárt megnézzük a rajt áll és a végső sorrendet, hogy ki milyen pozíciót foglal el, és aztán utána megyek és kitöltöm a táblázatot. Na nézzük. Arni lett az első? Na. Hoppá. Itt aztán van nagy változás. Kontrollnak ennyi büntetése lehet volna, hogy visszaesett a második helyre. Furi. Na, nézzük. Resets Weekend. Tessék. A leggyorsabb kör PMG-é volt. Úristen. Szóval Arnold, Kontroll, itt van, ez kell nekem. Na, akkor így gyors screenshotot nyomatva, tehát láthatjuk, hogy Arni lett az első ezen a futamon 33 ponttal, Misi második 29 ponttal bővítette a pontjait. Hát ezzel szeretnék megköszönni azt, hogy itt voltatok és néztetek, aki nézett, persze, és majd legközelebb találkozunk.